Mi kell nekünk? Tudom már, mi kell? A fény! Az éjszakában. Nem. Gyere, dolgozz! A lámpagyárban. Nagyon jó. 6,5 perce megy. Hát, de többre gondolom. Jónak látom elkezdeni. Igen, még esetleg is főleni, de megjön a kaját. Igen, megint kaját várunk. Gyerekem. Igen. Mindig. Ja, már tapsoltál, bocsánat. Mindig éhesek vagyunk, mert falatka mindig éhes. Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a Fülelő. Egy... Ja? Mondjad, nem, mondjad. Nem, csak ez nem tartozik ide, csak eszembe jutott, hogy hátradőltem a széken, ezt úgyis kivágom majd. Igen? Ugye a folyamatból, de hogy megtudtuk a héten, hogy ezek terhes fotelek. És kurva jó. Igen, vagy kismama fotel, vagy mi ez? Nem tudom, valamelyik a kettő közül. Mert hogy miközben szoptatsz, kismamaként ilyet tud ringatni, mert igen. Nem tudjuk, hogy egyébként ez van itt, azért ezzel kezdtük el. Nem tudtuk, hogy kismama fotel, jó? Egyrészt, másrésztről meg, de olyan jó. Igen. Tehát még engem is elringatsz. Hosszabb epét hallgatunk, akkor simán. Ja, itt tök jó. Valaki küldjön már egy akusztikus epét, és akkor... És így arra, és 30 percet keresztül azt, hogy nyár, és meg... Srácok, kurva jó volt, nagyon jó volt, aludni rá! Na. A szövegek elmentek, de jó... Menjünk neki az Eminence legújabb lemezének, Heaven in Hiding. Nem véletlenül volt a címadó a top 15-ös listámon, és nem véletlenül volt a lemez a top 10-es listámon tavalyról. Ugyanis baromi jó ez a lemez, és az a jó az Eminence-ben, hogy már nem az első baromi jó lemezüket csinálják. Mert az előző is legalább ennyiszer lepörgött nálam, aminek Let the Light On, vagy nem tudom mi volt a címe most pontosan, de hogy ezek a srácok, ezek valamit így nagyon tudnak ott éjszakon. Igen. És tök fura az, hogy svédek, és nem a Göteborg izommetálkor, meg a death metal, meg mit tudom én milyen, hanem ez a... Vagy nem Doom. Igen. Hanem ez a... Ez az érzelmekkel gazdagon túlfűszerezett, hegedűvel megbolondított... Akartam mondani, igen. Post-hardcore, vagy mi ez? Én annak titulálnám egyébként, mert én nem mondanám ezt metalcore-nak semmiképpen. Nem. Ahhoz túl dallamos. Igen. Semmiképpen sem. Meg elég lebegős is ahhoz, hogy mondhatjuk azt, hogy post-hardcore. Na, akkor mondjuk azt, hogy post-hardcore, bár a címkézésnek így ellene vagyunk egyébként, de ezeket azért mondjuk, hogy nagyjából egy kapaszkodót adjunk, hogy... Igen. De ha nagyon jó kapaszkodó kell, én a Slaves. Nekem az jutott eszembe a Slaves, hogy nagyon mély gitárokra nagyon nagy dallamok vannak. Igen. Viszont azért, ahogy mondtad is, a hegedű az, ami minden, és amikor ilyen modern metálos vagy poszthácsés cucc van, akkor mindig elmondjuk, hogy nem igazán, illetve sok helyen elmondtuk már, hogy nem igazán érezzük, hogy az adott csapat mivel tud mást többet nyújtani, mint a szintér többi bandája. Hát most kivételesen tudunk erre választ adni, hogy én nem tudok igazából, most a folk metal szinteret ne vegyük ide, de én nem tudok a My Dying Bride-on kívül egy olyan csapatot mondani metal szintérről, ahol hegedűs, mint önálló tag szerepelne. És nem csak az, hogy jó, akkor játsszál föl valamit pár dalban, hanem tényleg minden egyes nótában konkrét szerepe és funkciója van a hegedűnek. Most elgondolkodtam rajta, hogy van-e még ilyen, de most nekem sem. Nem jut eszembe. Mondom, tehát session jelleggel színezésként előfordulhat, de ahol tényleg állandó tag, és igen, markáns része a zenének, olyat nem tudok a My Dying Bride-on kívül mondani. Metalban nem, nekem az a... Az is volt már, vagy 30 éve. Igen. Nekem a ugye a Yellow 25. Card jutott eszembe, mint kaliforniai punk rock zenekar, és ott a Ryan énekes, ő azt hiszem ő hegedű? Nem, ő nem hegedült, hanem náluk konkrét hegedűs volt. Itt van az, hogy az énekes kolléga hegedül. Á, értem. Ja, tudtam, hogy valami van. De bazd meg, várjál, kalipunkba? Aha. Majd mutatok egyébként, nagyon jól működik az is. Nincs. Na, engedjük el. Fáznék.
Nem, itt is elsőre furcsa volt itt is, amikor a Ghostban megjelent. De már így a, nem az, hogy több hallgatás kellett, hogy tudjam, hanem ez második végére elpakoltam a kis fakba, hogy ennek ott mi a funkciója, és a Ghosthoz már, ha már ott tartunk, jelezzük meg, hogy végre rendes intro van, bazd, mert nem csak egy, hát nem jutott eszünkbe középrész, meg lezárás egy témához, meg szövegötetünk sincs rá, azért lesz belőle intro. Nem, itt rendes intro van. Igen, de azért ez eléggé atmoszférikus és történetmesélős lemez ahhoz, hogy indokolja azt, hogy legyen intro, meg átvezető, meg mit tudom én. Hallottunk már ott is ilyen fél megoldásokat, de akkor a koncepcióra térjünk ki, aki tudunk, szerintem. Hát figyelj, hát itt a saját lelkéért küzd gyakorlatilag szerintem végig az emberünk. Én azt mondanám, hogy rengeteg érzelmet pakol bele, iszonyatosan mélyre megy, elég sok is. Helyre... Ötödik. Ja, de nagyon sokadik. Nem számoljuk. És jó. Nagyon jó. Tehát, hogy egy csomó helyen használ olyan szavakat, meg kifejezéseket, amik így benne voltak az előző, vagy kettővel, hárommal az előtti dalban is. Uh-huh. És érződik az, hogy mi honnan lóg hova, és mi honnan megy hova. Tehát relatíve eléggé jól ki van találva ez az egész lemez. És kicsit féltem egyébként attól, hogy így elsőre, mikor hallgattam, akkor a végére eléggé leül. Viszont ezzel meg szöges ellentétben van az, hogy ugye a címadó zár, és azt igen. hozták ki először, és az meg elsőre szerelem volt. És, uh-huh. és tök fura az, hogy ott a japán krikszkrax, az gyönyörűen szerintem az arab egyébként, de legyen japán. Hallod, mondjad közben, de légy szíves, adj egy kis netet nekem, hogy a Spotify-on megnyithassam és megnézhessük. Jó. Aztán majd videó kívül beütjük Google fordítót. Meg az Infinity, jól írod egyébként, bocsánat, hogy így, már mindegy. Nyugodtan mondjad csak. Hogy így elveszem a kenyeredet, de hogy tök jól megágyaznak a katarzisnak a végén, viszont... Nyugodtan vedd, ez a három gondolat volt, amit tudtam mondani. Nyugodtan! Elnézést kérek. De hogy ugye előtte egy eléggé... hogy nem azt mondom, hogy sablonszerű, hanem eléggé összefüggő dalok vannak gyakorlatilag, hogy azért mindegyikben megröffen a mély gitár, mindegyikben van break, mindegyikben vannak odabaszások, meg kiabálások, meg nem tudom, és a végére én kicsit úgy éreztem, tessék, parancsolj. Jó, egyefene, ez tényleg arab, majd a Mikit megkérdezem, mit kérem, tényleg. Jó, egyefene. Tehát én a végére úgy voltam vele, hogy jaj, csak ne legyen már az, hogy is három dalon keresztül gyakorlatilag semmi nem történik, és akkor harmadik, negyedik hallgatásra voltam vele úgy, mikor egy kicsit így jobban belemerültem az egészbe, meg elkapott még jobban így az atmoszféra, hogy ja, ez mégiscsak jó. Tehát nem egyszer hallgatós, ez 100%, hogy nem egyszer hallgatós, mert ugyan elsőre is ütnek a dolgok, meg tényleg nagyon jó megoldások vannak benne. Például kapásból a Ghost, ahogy elkezdődik, nem uh-huh. tudom, figyelted-e, hogy egy ilyen darádával kezd, és a harmadik körben kihagyja a pergőt. Csak láb van. Az például egy kurva jó megoldás szerintem, így a dobos részéről. Biztos föltűnt egyébként, de lehet, hogy engem ott elvitt a hegedű, de majd újra hallgatom, mert ez tényleg érdekes, és hogyha így van, az nagyon-nagyon fasza. Ja, meg tényleg az van, hogy a hegedű, mint olyan, szerintem azt a funkciót szolgálja, hogy az érzelmeket még nagyobb katarzisra emelje, meg még egyet lökjön rajta, mert szerintem a hegedűnél szomorúbb hangszer kevés van azért a piacon, igen, ezt igen, valljuk igen. be. És ismerek egy embert, akinek nem megfacsarja a szívét, tehát pontosan tudom, milyen hatást akartak vele elérni, el is éri. Így van, mert így van. Mert én is van. Nagyon szeretem, hogyha jól használják. És tényleg az ének az, amit simán oda teszek a Johnny Craig mellé. Uh-huh. Mert eszméletlen, amit leművel tényleg.
És minden téren, tehát nem csak a hatalmas refrén dallamok, meg mit tudom én, hanem az acsarkodás is olyan szinten rendben van, hogy tényleg ez egy torokból így egymás után kijön, ez tényleg le a kalappal, és minden... Plusz még húzza vonja, és minden mellett van a tiszta-tiszta hangja, meg amikor egy kicsit ilyen, azért a Johnny Craig jutott, hogy a rekesztős magas, amikor tényleg így érzed, hogy a power benne van. Igen. Eszméletlen, nagyon jó. Igen. És egyébként tényleg tele van Giger Refrénekkel a lemez. Uh-huh. Tehát egy Elevate, egy Chase, a Chasing Shadows, bazd meg, egy Temptation, egy már említett Ghost, szerintem a Ghost a lemez legjobbja, nem a Heaven in Hiding, de ebbe most ne menjünk bele, ízlések és pofonok. Igen. Meg amit én fölírtam még magamnak, azon kevés gondolatom. Ja. Úgy voltam, hogy te viszed a primet, én csak így fölírtam párat, amit majd elmondok, aztán annak elmondtad már a felét, de amit még nem mondtál, azt most mondom, hogy a dalvégi veretések, azok igencsak figyelemre méltóak. Tehát, hogy a Temptation, a Chasing Shadows például, végén már nem is írogattam, mert nagyjából azért hasonló metódussal épülnek fel a dalok, tehát nem nagyon volt mit írogatni, meg ezeket inkább csak magamnak szoktam. Igen. De egy az, hogy hol vannak hangolva legtöbb helyen. Le. Nagyon le. Kettő meg tényleg az, hogy nem várnád annyira. Mert hogy tök szokatlan, hogy hegedűs szomorkodás, aztán igen. Pincére, zsére hangolt izé. Meg még a Heaven in Hiding előzményeire akartam, tehát hogy a lemezen, hogy mik az előzmények. Oké, hogy az arab című dal, most már akkor nevezzük arabnak, átírom, hogy arab krikszkraksz. Jó, igen. Én szerintem elfogadom a japánt is, tehát teljesen mindegy. Ez az én lelkemnek kell egy... Ja, igen, most már Arab Krikszkrasz. Meg az Infinity, oké, hogy tök jól megágyaznak ezzel a két nyugisabb darabbal a Heaven in Hiding katarzisának, de azért előtte tényleg bekerült egy-két olyan dal is, ami nem üti a mércét, tehát hogy veri a lécet lefelé. Az Enslaved Disappear 2 is nálam tipikusan olyan fajta. A Disappear az egy cáfolat, találtunk cáfolatot is arra, hogyha baszón kezdődik egy dal, akkor nem feltétlenül lesz olyan erős a folytatás. Itt is érzésem szerint erről van szó, de a lemez eleje az kurva erős, a vége ezzel a Heaven in Hiding-gal, meg a megelőző két dallal, az nagyon patentül a helyén van. A hossza is jó a lemeznek, tehát belül maradtak az 50 percen dacára annak, hogy 13 tétel található az albumom. Így van. A hangszeres játék rendben van, a hangulat korrekt. Nagyon jó ez a lemez. Nekem nagyon tetszett. Pont. Ennél jobban én se tudnám összefoglalni, meg nem is nagyon tudok mit hozzátenni. Tehát... Igen. Tényleg az, hogy minden a csúcsra van járatva, és megmerném kockáztatni, hogy nálam most ez az Eminence-nek a csúcs teljesítménye. Igen. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha mint azt hiszem 19-es volt 21, akkor hát három év legyen három év, most már turnézzanak. Ezek is nem jöttek, mármint jöttek volna, csak aztán azt hiszem lemondták. Igen, nevükkel már találkoztam, hogy bemondtuk, hogy lesz, aztán bemondtuk, hogy nem lesz, tehát itt többször belefutottam már a névbe, de a lemez az... És azt hiszem pont az Acres nevezetű angol hasonló zenét játszó bandát hozták volna magukkal, akik nálam szintén olyanok, hogy egyszer muszáj látni, és egyébként ők is hasonló zenét, ezt már mondtam. Meg őket listára is raktad valóta 18-ban. Igen. Jól emlékszem? Valamelyik. Vagy 19-ben? Nem valamelyikben, igen. De beszélni nem beszéltünk róla. Igen. Én vagyok, bazd meg. Minden tud a srác, kész. Igen. Úgyhogy igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova tovább. Figyelj, nem várom, hogy vidám zenét játszanak, nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudják-e tartani a szintet egyszerűen. Ennyi, srácok, az Eminence lemezről. És bárki is írta, hogy imádom zenekar az. Úgyhogy köszönjük az értékes kommentet, mert imádom zenekar nálam is. Ennyi. Bármi gondolatotok van, hadd jöjjön, aztán legközelebb mi is jövünk. Ja, írjál, iratkozzá, és jegyezd meg arab-japán jó barát, együtt isz a szakélyet. Sziasztok! Édes Istenem, szevasztok! Elhatárolódom. Kicsit. Miért? Nem tudom. Miért? Együtt isz a szakélyet. Nem hallottál még a magyar-japán közös határon egyébként? Dehogy nem.
ha leigázzuk a Szovjetuniót, akkor magyarnak és magyarországnak és japánnak közös határ. Igen, egy tenger. Na jó van. Nem, azt azok... Nem! Mert északon ott a szigetvilágban ott közelebbi határok vannak. Hát de a sziget, tehát tenger. De amúgy értelek, igen. De a tenger is valaki... Értem! Értem! Vízterület. Jó, vízterület, na. Víztározó. Bár az úgy fura lenne, hogy Vladivostokig menne a MÁV, amikor kis tartsáig se tud geci a... Igen. De várjál, tehát ma reggel jöttem haza, a délitől Kelenföldig már 5 percet késett, 7 perc a menetidő. Tehát én jöttem haza, bazd meg Budaörsről, és bemondta, 7 perc alatt kéne odaérnie, és bemondta a vonat, hogy a déliből Győrbe tartó vonat 25 percet késik. Egy megálló alatt, hogy a kurva anyjába szed valami össze 25 perc késést, bazd meg. Hát ott úgy, hogy ott megáll. Igen. Ott valamiért nem tud menni, hát van ilyen. Gyerekek, ez van ki, állunk, várunk. Ha jó van, menjünk meg. Álljál, feje, úgy hozd le magad, mindegy, hát. Na, szevasztok, srácok. Nagyon kajások vagy. Igen. Sziasztok, egyetek ti is. Igen, jó étvágyat. Ugye a... Mi az? Gáspár Laci kifejezte tudatlanságát, ugye a Györfajú lányjal kapcsolatban, akkor a... Ács Fruzsina kiírt egy párat így az oldalára, hogy milyen számcímek lehetnének még az Omegától. És akkor volt a Petroleum lárva, meg a... Hát ugye a zöldhajú lány az oké. Nem tudom, mi volt még, bassza meg. Pedig direkt olvastam, meg mondom, meg fogom jegyezni, de nem jegyeztem meg. Úgyhogy... Örülök, hogy ez szóba került, nem mondtam még el a véleményem erről a kérdéskörről, hogy a Gáspár Lacitól. Miért pont a Gáspár Lacitól kurva gáz ez? Nem mondtam még el, de most, hogy már vesz, bekapcsolok a kamerát, most elmondom, hogyha egy műsor, out of műsor is lesz megörökítve. Igen. Ez azért kurva gáz tőle, mert ő a legkritikusabb. Ja, persze. És bárki, aki az X-faktorban vagy, és a legkisebb bizonytalanságot mutatja, könyörtelenül letépi a faszáról a keresztvizet, érted? Igen, persze, nyilván. És ha van benne egy csöpp izé, gerinc, meg méltóság, meg faszom, akkor azt mondaná, hogy én az X-faktor zsűri székéből kijövök. A viszont lát. Érted? Igen. Mert ezek után nem vagyok rá méltó. Ha van benne. Ha nincs, akkor ott marad, de akkor meg egy egész ország véleménye lesz meg róla. Mondjuk így is megvan, de akkor még cifrábban. Igen. Szerintem. És tudod, az a durva, nekem az volt, hogy a... Azt mondta, én nem láttam a műsort, hogy amúgy ő bocsánatot kért egyből, de hogy utána így a közösségi médiában meg sehol nem adott ki olyat, hogy elnézést kérek, hanem csak azt, hogy hát ez azért volt, mert igen. Meg, hogy amúgy mindenki hibázik, és nagyon izgult, és a faszom tudja. Kit érdekel? De volt még színpadon? De ez olyan, mint az X-faktor, persze. Tehát ekkora kaliberű előadó, érted, izgul, hogy el kell énekelni 3 refrént egy gyöngyhajú lányból, akkor az X-faktorból is kiesne, nem jutna el a döntőig. Ezek után nincsen joga ott ülni a válogatóban. Pont ezt akartam, hogy ne harag, ugye a következő körben nem tudnak magammal vinni, igen. Tehát, hogy így... Ritkán van az, hogy valami vállalhatatlan, ez tényleg az. Meg ez tudom... vállalhatatlan, és nem elég annyi, hogy bocs. Értettem. Meg tudod, mit nem értek? Miért nem vették ezt föl előre? Miért kellett ezt élő egyenes adásba, amikor minden playback és minden megvan ott játszva? Én azt nem értem, hogy miért ő énekelte egyedül? Hát az meg a másik. Én azt nem értem. A másik 3 csak ott nézett. Hát, néztek a képernyőre, ahol a Mekiről szóró pár megemlékező kiúfutott. Hogy mi történik? Zöld hajú lány. És még zöld, érted? Még zöld, bazd meg! Zöld, hát mi más? Az. Ez a két szín, zöld és fehér! Minden másnál nem. Többet ér. Nem. Nálunk az egész iroda fradista. És amikor így elkezdik, én meg így ülök, hogy jaj, de gyerekek, ez Én csak szimpatizáns vagyok, megmondom őszintén mindenkinek, mert amikor 95-ben
A ország világ előtt a sérülésektől tizedelt Ferencváros kiment Zürichbe, és 3-0-ra megkurta a korszak svájci nagycsapatának számító Grasshoppers FC-t, akkor én egy picit 3 évig Hajdú Attila akartam.